ezt a mögöttem lévő gyerekszobát fogjuk kitakarítani, amit egyszer már kitakarítottunk egyébként. Hatására egy kicsit kaotikus állapotok kezdtek el uralkodni, úgyhogy most megint megcsináljuk egy tavaszi nagytakarítás keretében. Szóval, innen indulunk, úgyhogy ezzel kell most megküzdjünk, és át fogjuk rendezni itt ezt a két ágyat is, úgyhogy azok ott nagyon szép az a póni kiállítás, nekem különösen tetszik, úgyhogy ez az előtte. Ebbe a kettő föntibe csak így beraktam ilyen nagyobb dobozokat, meg ilyeneket, amiket találtam, és nem tudtam, hogy hova szeretnéd rakni, ilyen tartók. Ebbe csak ilyen nagyon pici legók vannak. Akkor itt van az összes babád, ami ilyen pici baba, a ruháikkal. Itt van az összes ceruza, meg toll, ami nem az asztalon van, az itt van az összes. Ebbe van ez a kinder tojás, meg egyéb műanyag dobozok. Akkor itt egy pusinket. Pusinket. Ez itt csak gyurmázós rész. Meg ez is ilyen játszós rész. Aztán itt vannak a festős dolgok, itt minden, amit nem tudtam, hogy hova szeretnél rakni. Itt hajráf, meg hajgumi, meg ilyen hajba való dolgok. Ebben már én sem tudom. Ja, igen, ezek a... Gyémán. Igen.
Aztán itt van nyomda, itt ilyen kreatív dolgok, amikből tudsz hobbi cuccokat csinálni. Hát igen. Itt a Hello Kitty is, meg a macskás, itt még Hello Kitty is, és még macska. Ezek nagy játékok. Igen. Igen, Nyuszi is ott. Itt nagy játékok vannak, itt meg ilyen még nagyobb társas játékok, meg kártyák. Ebbe a dobozba vannak további ilyen táskák. Direkt ezt a Hello Kitty-t raktam előre. Ez is, ebben nézd, ezek a nagyon nagy legók vannak. Ez is, ebbe is vannak még más kis táskák. Ebbe raktam az összes ilyen papírodat, ami rajzoltál. Ez egy pusinketes doboz. Szóval lehet, hogy a másikat is be akarod mellé rakni, nem tudom. Ez karácsonyi dolgok vannak benne. Itt füzetek vannak, meg ilyen rajzolós füzetek. Itt van fönt ez, amit felépítettél. Annyi változott, hogy itt a sarokban van a nagyobb legók, meg ilyen nagyobb játékszerek. Az asztalodról nem vettem el semmit, ez a sulis cucc, ez mind itt van. Ja, és kaptál egy ilyen nasi dobozt. Ezt meg fölraktam ide. Az meg üres? Mi üres? Ja. Ez itt üres lent. Nincs benne semmi, de rakhatsz bele valamit, csak nem tudtam, mit szeretnél belerakni. Úgyhogy ennyi. Ez egy rebichálóból készült plüss, mosott plüss állatszárogató, amit így most összeraktunk, ez itt leszedhető, mert mosni is, ide fognak jönni a kis plüssök száradni. Elkészült! And we can go. We've got.